Szegény fikusz a halálában. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy tag videó lesz. Zsófi csinált ezt az új év vlogot, abban pedig hozott egy olyan videót, ami a Channel History tag volt, és úgy haladtak most már a kihívogatások, hogy Hales kihívott engem, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, úgyhogy most én is megcsinálom ezt a taget, ezt mostanában már láthattátok párszor, hogyha követitek a többieket, úgyhogy majd amennyiben nem felejtem el, belinkelem mindenki másnak is a videóját, amit megtalálok a leírásba, hogy a többiekét is meg tudjátok nézni, és természetesen Hales-ét is belinkelem, hiszen engem ő hívott ki. Ez lényegében egy olyan tag, ami így a videós múltra és jelenre is rákérdez, van több kérdés, ezeket fogom kifejteni, tehát most ez nem egy ilyen könyvmutogatós tag lesz, hanem tényleg így a csatornáról fog kicsit szólni, úgyhogy csapjunk is bele, mert egyébként ez egy nagyon izgi tag. Most azokat a kérdéseket nézem, amiket Andi videója alól másoltam ki, de az első kérdés valahogy úgy néz ki, hogy mesélj az első videóról, és az akkori életedről. Nos, én 2018. január 6-án tettem közé az első videómat, tehát én akkor 17 éves és olyan 2-3 hónapos korú voltam, tehát éppen csak elmúltam 17 és így beléptem a 18-ba. Szóval én 11-es és középiskolás voltam akkor. Az, hogy miért pont akkor indítottam el a csatornát, az egy érdekes dolog. Én terveztem még valamikor középiskola elején is egyszer, de így leültem a kamera elé, lefagytam és kész, annyi volt a videós karrier 15 évesen, úgyhogy 17-18 évesen belecsaptam újra, és igazából akkor nekem azt kellett, hogy a nővérem ott ült a kamera túloldalán, és így segített, mert az elején nagyon döcögősen ment, és szerintem látszik nagyon sokszor is, hogy kinézek mindig rá így támogatásért. Most már magamtól csinálom, elmúltak azok az idők, amikor az ő kamerájával és az ő segítségével csináltam, bár a borító képeimet továbbra is ő szerkeszti, mert fotós, és rábízom, hogy meg tudja szépre szerkeszteni őket, meg egységesre. 2018 elejére már így azt mondhattam, hogy tényleg úgy benne voltam a könyvmosságban, tehát 15-16 után tényleg komolyan mennyiségben kezdtem el olvasni, és szerintem 18-ra volt kb. Akkor az olvasottságom, hogy már tudtam csatornát indítani, és nem csak 10-20 könyvről beszélni rajta, hanem azért viszonylag többről. Ráadásul 18-ban nagyon sok könyvet is olvastam a YouTube miatt, úgyhogy igen, az abszolút ilyen. Az volt az a pont, amikor már így azt tudtam mondani, hogy tudok eleget olvasni ahhoz, hogy tudjak működtetni egy csatornát. De első videóm, ami kiment a csatornára, az a 2017-es kedvencek videóm volt, amiben 5 könyvet, illetőleg hát a vaják az ugye 7 könyv, de azt így egybe vettem. Arról volt szó, mert ugye éveleje volt, a tavalyi évnek épp 17-nek éppen csak vége volt, úgyhogy a 17-es kedvencek az úgy egy reális kezdésnek bizonyult, ráadásul ebből a mik voltak az előző éves kedvencekből nagyjából össze lehet rakni, hogy kb. Ki milyen könyvet olvas, és azok alapján, hogy mit tetszett, tehát így be lehet lőni nagyjából ezeket a dolgokat. Igen, és az volt az első videó, azzal együtt vettem föl a könyves polc túra videómat, ami utána ment ki. Az volt a második videóm gyakorlatilag, és akkor abban ugye végignéztem a könyves polcomat, akkor fele ennyi könyv se volt a polcomon, és akkor még nem küzdöttem azzal a problémával, hogy betelt, de se baj. Nyilván 3 év alatt azért egy pár könyvet sikerült pluszba beszereznem. Legnézettebb videóim. Ez egyébként nagyon érdekes. A 2 legnézettebb videóm, ami magasan veri az összes többit, abból az egyik az 5 tipp íráshoz. Valamilyen szinten megértem, hogy miért annyira népszerű, amennyire valami 15 000 megtekintés körül van, ami... Én nem gondoltam volna, hogy az a videó ennyire jól megy, de a mai napig kapok alá kommenteket, hogy mennyire hasznos, és hogy mennyire jó, hogy ezt megtalálták, úgyhogy én ennek teljesen örülök, hogy így nem is gondoltam volna, tehát tudatomon kívül egy tök hasznos videót létrehoztam. A másik legnézettebb videó olyan 13 000 megtekintéssel, az egy olyan random videó a csatornán, hogy azt tényleg csak azért csináltam, hogy legyen. Ez pedig, amikor tartottam egy Harry Potter hónapot, csináltam egy olyan videót, hogy pálcakészítőset, hogy hogyan csinálj otthon lényegében a semmiből egy Harry Potter varázspálcát, ha nem akarsz vagyonokat elkölteni egy eredeti filmesre, mert akkor csinálsz magadnak egy sajátot, és ez lényegében
a hurkapálcikát, nem hurkapálcikát, mi evőpálcikát ragasztópisztolya körbe ragaszgatod, és akkor annak lesz egy fogója, és ezt lefested. És ez a videó annyira jól megy, hogy mindegyes alkalom, amikor meglátom, hogy havonta ilyen 200-300 megtekintés van rajta, így eldobom az agyam, tehát az egy rettenetesen szörnyű minőségű videó lett szerintem. Tehát az egyik legrosszabb minőségű videó, ami fenn van ezen a csatornán. És rengetegen nézik. Azt a videót összevettük föl délután, amikor már 4 órakor sötét van, és nagyon látszik a videón, ugye még száradt a ragasztó meg a festék, nagyon gyorsan besötétedett, és fények nagyon rosszak rajta, a fókusz sincs kb. Soha jó helyen, amikor csináltam a pálcát, de nagyon megy ez a videó valamiért, úgyhogy ez nem teljesen értem, hogy miért ennyire népszerű, de én örülök neki, csak tényleg azon, hogy ez a két videó, ez olyan, hogy a YouTube statisztikánál van egy ilyen elmúlt 28 napban, melyik videó, melyik a top 10 videó, és azokon hány nézettség volt az elmúlt 28 napban, ja, mindig 28 napra nézi vissza, és ez a két videó mindig benne van. Mindig. Minden egyes alkalom, amikor megnézem a statisztikát, az ott van, és ilyen 200-300 megtekintés minimum van rajtuk havonta. Ami elképesztő. És két elég régi videóról beszélünk, tehát mind a kettő 18-as. Különleges videóim, tehát egy olyan videóról kéne egy beszélni, aminek a felvételékor izgatott voltam, és így vártam, hogy kimenjen a csatornára. Van két ilyen viccesebb videó a csatornán, az egyik a könyveknek, akiket valaha szerettem, ez talán 19 Valentin napi volt, amiben így lényegében a fiúknak, akiket valaha szerettem, leveles dolgait így nem kiparodizáltam, de igen, szóval írtam egy ilyen nagyon nyálas, csöpögős szerelmes levelet úgymond a kedvenc könyveimhez. És ezt ilyen nagyon poénul fölvettük Emmával, hogy én így nem tudom, így tapizom a könyveket meg minden, és akkor ilyen egyébként nagyon erotikus hangon felolvastam a leveleket, és sírtam már felvétel közben is, megvágás közben is, imádom azt a videót, de az tényleg egy poén videó, tehát így egyszer-kétszer volt ilyen komment alatta, hogy minthogyha komolyan gondolnám, de nem, az a videó túlzás, és túl vannak tolva nyilván a nagyon szerelmes leveleim a könyvekhez, de az egy nagyon-nagyon jó őrültség volt. A másik ilyen pedig a hogyan olvas többest, azt is ilyen poénosabbra vettük kicsit a figurát. Nyilván ugye ott is Emma segített, mert nem állványjal meg ilyenekkel csináltuk. Ami még nekem ilyen volt, az bármelyik közös videó, amit Emmával csináltam, vagy a nemrégiben kiment videó, amit apával csináltam, mert hát nyilván ott így kicsit bevonom a saját családomat is, és igazából egyikbe sem csalódtam, mert apát is, meg Emmát is jobban szeretitek nálam. Ez anyám. Tudom én. Tudom. Apát főleg most valamiért nagyon zabáljátok. Én nem értem, mert én ennyire nem rajongok érte, de ha ti igen, akkor lesz vele közös videó még. Ami még mindig olyan most is, hogy kicsit félek kitenni, amikor saját írásról és könyvekről, amiket én írok, beszélek, mert az nekem mindig olyan, hogy elgondolkodom, hogy egyáltalán erre kíváncsi-e valaki, vagy hogy nem gáz-e, hogy én ezt kiteszem a csatornára, de amúgy meg azt vettem észre, hogy azt is szeretitek, mert mindig pozitív visszajelzés jön, meg kíváncsiak vagytok más emberek tapasztalataira, ami bátorít arra, hogy többször csináljak ilyen tartalmat. Tudom, hogy mostanában nem volt, de mostanában nem is nagyon írtam, úgyhogy így abszolút ihletmentes vagyok jelenleg. A következő rész a videós válságokról és aspirációkról. Volt egy nagyon pici, amit szerintem, ez nem is a YouTube miatt volt, tehát ezt szerintem ti annyira talán nem is vettétek észre, de 2019 második fele, meg 2020 első fele az így magánéleti szempontból volt egy ilyen hepehupás rész, és akkor azért kevesebbet olvastam, kevesebb videót is csináltam, de azért is, mert kevesebbet olvastam, és mert egyetemista is lettem, és az is egy ilyen trauma volt számomra, és nem volt annyi időm semmire, úgyhogy így kicsit bele kellett ebbe az egészbe rázódni, szóval amiatt itt mondhatni volt egy ilyen kis árok, hogy mondják azt, egy mély pont, igen, a YouTube karrierben, úgymond, de én egyébként meg szeretem az egészet csinálni, és ez, amikor elkezdtem, azt gondoltam, hogy gyorsabban ki fogok égni ötletek terén, de nem, és ködött viszket nagyon a szemem. Úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy még nem égtem ki. És ráadásul most így 2020 utolsó egy-két hónapja, és most 2021 eleje olyan, hogy csak így ugrálnak ki belőlem az ötletek, és nem győzöm betáblázni, hogy mit hova,
most így megyek előre teljes gőzzel, úgyhogy most ilyen problémám nincsen. És ráadásul most ugye van a Discordos csoport is, ami szerintem sokunknak egy nagyon pozitív része és ilyen inspiráció, mert ott ugye egymás között tudunk beszélni, akár hogyha valakinek problémája van, vagy segítség kell, és így ott vagyunk, és ott így meg tudjuk beszélni, véleményt tudunk kérni, tanácsot tudunk kikérni, a személy, vagy jó, ugye személyes kapcsolat talán annyira nincs mindenki között, de hogy mondjuk tényleg így a Discordon keresztül egymásról is többet beszélünk, jobban tartjuk a kapcsolatot, és szerintem ez kicsit a közösséget is kovácsolja össze, ami ugye szintén inspiráló, mert itt sokkal egyszerűbb közös videót összehozni, és nem csak így random ráírsz egy emberre, hogy hello, szia, tudod, én is csinálok videókat, nem akarsz velem közöset, vagy nem tudom, hanem így rá lehet könnyebben írni az ember a Discordon, mert már beszéltél vele valamennyit. Szóval igen, a Discordot nagyon szeretjük. Videós nehézségek. Hát, nekem az örök problémám még mai napig egyébként a fények. Most van két ilyen lámpánk, meg itt van ez, meg valamennyit tudok rá dobni szerkesztés, vagy amikor vágom előtte, de a fényekkel az elején fölön nagyon küzdöttem, mert akkor még ilyen lámpám nem volt, és ez se tökéletes, mert nem lehet semmit rajta állítani, ez csak így van. És mindig kellett a lámpát kapcsolni, az meg pont fölülem világított, tehát én 8 millió árnyék volt alattam, az borzasztó volt, de igazából azt így meg tudom elengedni. Nem mindig tudott az időjárás, nem mindig akart az időjárás velem együttműködni, és egy idő után úgy voltam vele, hogy mindegy, akkor itt most rosszabbak lesznek a fények, sötétebb lesz, furább lesz, de vagy ez, vagy nincs videó. Nem nagyon tudtam más csinálni. Most viszont ez a két fény, ez viszonylag megoldja a dolgot. Ez se tökéletes, lehetne jobb is, de amúgy szerintem célnak megfelel. A legnagyobb, hát most én nem tudom, hogy ez probléma-e, hadarok. És szerintem ezt sokan megkapjuk így YouTube-on, hogy hadarunk. De most ezzel nekem az a problémám, hogy én ilyen vagyok alapból is, és én tudom, hogy ezt lehetne fejleszteni, de az a helyzet, hogyha megpróbálok odafigyelni arra, hogy ne hadarjak, mint ahogy most teszem, hogy szépen lassan beszéljek, ezt körülbelül 3 mondat erejéig tudom megtenni, és utána elkezdek ilyen gyorsan beszélni, ahogy alapjáraton beszélek, ilyenkor természetesen előfordul, hogy kifulladok, összekeverem a szavakat, összekeverem a betűket, valamikor lehagyom a szó végét, mert annyira gyorsan próbálok beszélni, de ez nálam azért van egyébként, mert én itt szeretem minél gyorsabban kiadni magamból az információt. És én nem szeretem például, hogyha valaki lassan beszél, mert akkor sokkal lassabban jutok el oda, hogy megkapom az infót, amit igényelek. És ráadásul, hogyha valami olyan téma, hogy szeretnék róla beszélni, sokat tudok róla beszélni, akarok róla beszélni, akkor minél jobban belelendülök, annál gyorsabban fogok beszélni, úgyhogy néha megpróbálom magam lelassítani, amikor így 5 perc után észreveszem, hogy az elmúlt 5 percben 3-szor annyi információt toltam le mindenki torkán, mint emberi módon lehetséges lenne. Apától is megszoktam kapni, hogy hadarok, másoktól is megszoktam kapni, hogy hadarok, most is hadarok, de nekem ez az a normál beszédtempóm. Ez olyan, mint amikor sétálok, és valakitől megkapom, hogy miért sétálok úgy, mint ha futnék, mert ilyen gyorsan sétálok. Utálok lassan sétálni. Nem szeretek lassan beszélni sem. Ez az én személyes hibám, én a való életben is tényleg ilyen vagyok, úgyhogy nem. Ezzel jelenleg nem tudok mit kezdeni. Hogyha lassan beszélek, az azért van, mert fogalmam sincs arra, amit akarok mondani, és így próbálom húzni az időt, hogy minél később jöjjetek rá arra, hogy amúgy fogalmam sincs, mit akarok mondani. És igazából amivel még én nagyjából küzdök, az most épp a helyszín. Mert a könyves polcom volt a stabil helyszín, meg az ágyam, de utána az ágyam ki lett cserélve, és akkor azóta már az ágynál nem videóztam. Akkor utána átvándoroltam az asztalomhoz, az ablakhoz, aztán visszavándoroltam a könyves polc elé, és aztán tavaly év végén meg ide vándoroltam, mert ez a szoba kiürült, és akkor gondoltam, ez jó lesz stúdiónak, mert akkor nem kell a ház másik végébe áthurcibálnom a cuccokat, meg sokkal nagyobb helyem is van, és nem csak az ágyam, meg a polc közötti 3 méteren, hát az sokat mondok, 1,5 méteren tudok videózni. Kicsit sajnálom, hogy nincs mögöttem a polc, de jelenleg sokkal kényelmesebb nekem itt videózni, úgyhogy most egyelőre marad ez. Azért próbálom valami hangulatosra megcsinálni, hogy ne csak így
legyek, meg itt van Emmának egy könyvkupaca, de ennyi most egyelőre. Ha esetleg ezt a szobát itt most berendeznénk, akkor ide lehetne rakni szép nagy könyvespolcokat, és akkor megint lenne mögöttem könyvespolc, de ez jelenleg elég változékony, úgyhogy még lehet 8 millió helyszínen végig fogok menni, akár idén is. Mi történt azért, mert booktuber vagyok? Ide abszolút azt mondanám pozitívnak, hogy a Discord közösség, mert szerintem végre a Discordon belül megismertük egymást kicsit jobban, és nem csak azon, hogy tudjuk egymásról, hogy ja, te videózol, hanem így kicsit személyesebben is tudunk beszélgetni, meg privátban is, meg úgy egyszerűbb, könnyebb barátkozni rajta, úgyhogy abszolút ez a legnagyobb pozitívum a booktuberkedésnek szerintem, hogy egy kis barátságos közösség tagja lehet az ember, szerintem barátságos közösségünk van, és ennek nagyon örülök, mert amikor én elkezdtem videózni, így nagyon én speciál külön nem másztam rá más booktuberekre, hogy hello, legyünk barátok, hanem így kicsit megtartottam a távolságot, és ennek tök örülök, hogy nem érzem magam már egyedül, hogy csak így vagyok, vagy így többen vagyunk és videózunk, de amúgy nem beszélünk egymással. És ez abszolút szerintem a legjobb része, főleg, hogy tudjuk egymást támogatni abszolút, tényleg, hogyha valakinek valami problémája van, vagy ilyesmi, de ezt már elmondtam az előtt talán. Jó, akkor megint bevágok egy plusz dolgot a videóban, mert nyilván elfelejtettem időben, illetve a felvételkor, hogy mit akarok mondani, és nem tudom, hogy a Discord kapcsán, hogy nem jutott eszembe egyszerűen a BookTube könyvklub, hogy megemlítsem, mint egy nagyon pozitív dolgot, aminek azért lehetek részese, mert booktuber vagyok. Mindegy, reggel volt, korán volt. Engedjük el. A lényeg az, hogy igen, szóval a BookTube könyvklubnak én nagyon örülök, hogy így része lehetek, mert nekem mindig az a probléma, hogy nem tudom kivel rendesen kibeszélni a könyveket. Mert mint oké, hogy elmondom így összegző videóban a véleményemet, vagy ilyesmi, de a BookTube könyvklubban, amiket elolvasunk, sokkal részletesebben ki tudunk fesézni, és nagyon sokszor új dolgokra jövök rá, miután kibeszéljük őket, a könyveket, és azok is olyanok, hogy nem, egészen addig még szóba nem került, nem gondoltam volna rá, és azt a részét nagyon szeretem, amikor az élők során tényleg kibeszélünk egy-egy könyvet, és az nekem is tanulságos, és tök jó élmény, és utána van, hogy még tök sokat beszélgetünk, miután véget ér a live, úgyhogy azokat is nagyon szeretem, és nagyon örülök, hogy ennek az egésznek így a része lehetek. Már elég volt belőlem, eddig ugye magamról beszéltem, és akkor most eljött az idő, hogy kiemeljek néhány másik booktubert, akire szerintem érdemes figyelmet fordítanatok. Olyanokat válogattam össze, aki más arculatot hoznak, mint mondjuk én, mert én most itt vagyok ezzel a fantasy, a gyerekkönyves vonallal leginkább, viszont akiket most fogok mondani, ők felnőttebb és más kategóriájú könyveket olvasnak, mint én. Az első akkor legyen Edmond, az Edmond könyvkuckója csatornáról. Színesítik így a YouTube-ot, és nem csak ezt az ifjúsági korosztályban ajánlanak könyvet, hanem felnőttebb kategóriában, non-fiction, felnőttebb kategóriában non-fiction könyvek, meg klasszikusok, ilyenek, az még Csaba, Tamara, Enikő, és ott van még Kati is, úgyhogy mindenkivel lesz linkelve, nézzétek őket is, főleg, hogyha szeretnétek kicsit tágítani az olvasási körötöket. Igen, nem tudom, miért mutogatok, szerintem már nem lesz ide bevágva semmi. És az utolsó kérdés az, hogy ki csinálja meg ezt a booktaget ezután. Na most, ahogy nézegettem, hogy ki az, aki már ki volt hívva, megcsinálta, vagy ki van hívva, az alapján sikerült belőlem, hogy én kit szeretnék kihívni. Én ki szeretném hívni Borkát, a Borka Reads csatornáról, hogy Borka, csináld meg te is ezt a teget, légy szíves, ha szeretnéd. Illetőleg Ági, téged is kihívlak most, mert tudom, hogy Ági nemrég kezdte el jobban a könyves vonalat tolni, mert neki ilyen vegyesebb csatornája van, és ő eredetileg ilyen rajzos videókkal foglalkozott, de Ági, ettől függetlenül csináld meg, mert ez szerintem nem korlátoz téged, úgyhogy igen, légy szíves. Ha van kedvetek. Helyesnek pedig még egyszer köszönöm, hogy kijött erre a tegre. Köszönöm, hogy megnéztetek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!